pályázat benyújtási határidő miatt tartott rendkívüli ülést a képviselőtestület március 9-én. A belügyminiszter és a pénzügyminiszter pályázatot hirdet az önkormányzatok rendkívüli támogatására, működőképességük megőrzésére. Ajkaváros részt kíván venni azon. Az egykori Ármin bánya, bányamentő állomás és irodaépület, valamint az azt körülvevő földterület új tulajdonosra talál. A használaton kívüli, leromlott műszaki állapotú épület együttesre egy ajkai lakos nyújtott be 10 millió forint plusz áfa vételi ajánlatot. Fülöp Zoltán képviselő kérdést tett fel Schwarz Béla polgármesternek, hogy a csingervölgyi ingatlan értékesítését megelőzte-e értékbecslés. A polgármester válaszában elmondta, hogy mivel nem az önkormányzat az eladó, hanem a Csingervölgy Nonprofit Kft., így erre nem volt szükség. Az épület rendkívül rossz állapotú, ezért senki nem kívánta működtetni. Elbontása esetén annak költsége 50 millió forintba kerülne. A Katica óvodában működő csoportokat szeptembertől a Hétszínvirág és a Patakparti óvodákba helyezik át. A korszerűtlen épület működtetésének költsége jelentős terhet ró a fenntartó önkormányzatra, és a telephely megszüntetése esetén is biztosított a csoportok elhelyezése. Jelenleg 698 kisgyermek veszi igénybe az óvodát, így 43 még nem óvodaköteles gyermek ellátását is biztosítják, valamint 152 férőhely áll üresen. Ősszel 4 óvodai csoporttal és 100 férőhelyjel megnyílik a Veszprémi Főegyházmegye fenntartásában a római katolikus óvoda, amely várhatóan a gyermeklétszám csökkenését eredményezi az önkormányzati fenntartású intézményben. Ingyenesen tulajdonba adja oktatási feladatai ellátására a város önkormányzata az intézményt fenntartó hídgyülekezetének, az Ajkai Gimnázium, Technikum, Szakképzőiskola, Általános Iskola, Sportiskola és Kollégium, Bánki Donát intézményegység tanműhelyét, valamint a Padrakúti városrészben az Iskola utca 30 szám alatt található épületet, amelyben jelenleg az Ajkai Gimnázium, Technikum, Szakképzőiskola, Általános Iskola, Sportiskola és Kollégium, Bercsényi Miklós intézményegysége működik. Ha az oktatási tevékenység megszűnik, az épületek tulajdonjoga ingyenesen visszaszáll az eredeti tulajdonosra, Ajkaváros önkormányzatára.